Na most 13 óra 50 van, 54. Most elindítunk egy tesztüzemet. Traktoros barátunk bőrözött mozdonyával. A trafóállás az másfél, 6,9 volt, de itt tudni kell, hogy itt azért van egy pendli elektronika a rendszerbe. Innentől kezdve minimum egy óra hossza lefőséta a mozdonynak, ami lehet, hogy nagyobb igénybevétel, mintha csak körözne. Na, az egészet nem fogom fölvenni egybe telibe, mert az Isten fasz a YouTube-ja nem volna elég műsoridőnek, majd úgy részleteibe. Zeus, ott a fejed nem jó helyen van, a vonat el fog ütni. Most ezt itt kitaláljuk, hova tegyem? Minek után ezt teszt és próba üzem. Itt fogom hagyni egy-két óra hosszát. Nem fogok én itt rávigyázni. Na, ez a riszáló seggi kutya megint belemászik a képbe. Ne feküdj a sínre. Ezen az oldalán jól működik a világítás, hát sajnos a másik oldalán nem. Mindezt a dolgot produkálja. Ekkor a feszültségnél, ilyen trafóállásnál, de hát benne van még a pendli elektronika is, tehát ugye ahhoz is kell. Úgyhogy most itt hagyom legalább egy órácskára, azt hadd jöjjön, menjen magának. Ez a pálya, amit itt most bejár a kismozdony, az 13 méterre. Egy óra alatt 702 métert tesz meg, itt oda-vissza. Ami lehet sok is, lehet kevés is. Ugye megy, megáll, megy, megáll. Az még lehet, hogy jobban igénybe veszi a szerkezetet, mintha csak folyamatosan körözne egy dili körön, körbe-körbe egy órán keresztül. Hát ugye a teszt az elkezdődött most már, ugye, bőven több mint 10 perce, úgyhogy még van 50 perce a szerkezetnek, hogy itt lefelé jöjjön, menjen. Ez egy kicsit érdekesül bőrözött mozdonyka. Nagyon átbugarálták a hajtóművét, abból sikerült némileg visszaigazítani. Hát egyelőre ezt tudja. De hát ezt a sebességet, amit itt produkál, ezt másfeles trafóállásnál, másfélosztású trafóállásnál teszi. De hát egy kis pályamozdony ettől jobban nem is nagyon rohangál, de ha nincs benne a elektronika, ami szintén áramot vesz fel, akkor még lehet, hogy ettől kisebb trafóállásnál is elindul. Száguldozni is lehetne vele, de hát minek. Egyelőre szerintem teljesen tökre jól működik. És nyilván traktoros barátom az nem lesz vele megelégedve, de hát nem tudok vele mit kezdeni. Ez van.